legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az embere. Ti vagytok a világ világossága, a hegyen épült város nem lehet elrejteni, lámpát sem azért gyújtanak, hogy vék alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiket magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi, per evangelica dicta. Krisztusban szeretett testvéreim, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. A legelső félreértés ezzel kapcsolatban, ha megkérdezzük, mit kell tenni, hogy másoknak világosság legyek, vagy hogy környezetem ízetlen életére ízt adjak. Miért hát mit tesz a mécses? És mit tesz a só? Semmit. A maga természetét valósítja meg, és nem is tud ellene sem tenni. Egy vaksötétbe kiteszünk egy fáklyát, egy mécsest, világít. Az ízetlen levesbe betesszük a sót, a só ízesít. Nem cselekszik, hanem egy vele ellentétes állapotú közegben a saját természete szerint létezik. Nem tud nem világítani, és nem tudja a só az ízetlen levesbe visszafogni magát, hogy úgyse ízesítem meg. Testvérek, azért az Úr nem csak Izrael bölcse, nem csak próféta, hanem hogy a múlt vasárnap figyelmeztettelek benneteket, az örök Isten, aki emberré lett. Az ő szavai mérhetetlen súlyt kapnak. Ahogy a múlt vasárnap láttuk, hogy a 8 boldogság, hogy boldogok, akik üldöznek, boldogok, akik sírnak, ez egy értelmetlen szöveg Jézusról leválasztva. Azt kell tudni, hogy ezt az Isten mondja. Itt is nem egy költő választ hasonlatokat. Tehát nagyon bele kell gondolnunk, hogy mit akar mondani. Amikor világít a mécses, amikor a só ízt ad, az nem cselekvés, de nem is passzivitás. Vagyis nem a cselekvésnek a visszafogása, hanem a saját természete szerint való létezés. Mely úgymond egy ellenséges közegben mutatja meg igazán magát. Hát a világosságban meggyújtok egy gyertyát, akkor, vagy reflektorfénybe, akkor nem mutatja meg, hogy ő világít. Mert egy nagyobb világosságban van. Testvér, tudd meg, hogy a keresztény normális állapota, hogy egy ellenséges világban legyen. Természetesen más dolog a hitnek a terjesztése, szóval ez is kell. Ez a Máté evangélium záradéka, Krisztus utolsó szavai az ő egyházának, nem csak a papoknak, és ha felfogjuk, hogy nem csak a papoknak, akkor lesz a nagy megújulás, menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. De ezt az evangélium végén mondja csak. Ez a végső kijelentés egy korábbi kijelentés nélkül egy propaganda fidei lesz csak. Egy
propaganda az egyház mellett, amire semmivel sem megyünk. Előbb van az élet, az én egyéni életem, amelynek teljesen át kell alakulnia Jézus életének mintájára. Hiszen ebben a missziós parancsban is azt mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Pünkösdután azt is tudjuk, hogy bennetek vagyok. Buddha meghalt, körülötte létrejött egyfajta vallás. Ő nincs itt. Konfuciusz ugyanúgy, Mohamed ugyanúgy. A kereszténység nem egy vallás. Akkor szakadt ki a zsidó vallásból, amikor az apostolok harmadnapra élve találkoztak vele, és megmutatta, hogy van egy újfajta test, mert zárt ajtók mellett megjelent. És ahhoz szoktatta őket 40 napig, hogyha nem látják, akkor is ott van, mert hallja, hogy mit beszélnek. Tehát most is itt van, és hallja az én szavamat. És azt is látja, amit te gondolsz. Veletek vagyok, bennetek vagyok. Ez az utolsó mondat. Tehát a tanítás, amely oly fontos, hogy minden családban, minden szülőnek kötelessége hirdetni az evangéliumot, de kötelességet szóval másutt is. Megfelelő tapintattal és szeretettel. Hiszen egy-egy közösségben, ahol dolgoztok, szégyen nélkül mondják, hogy ő az UFO-ban hisz. Hát te nem mered azt mondani, hogy te az élő Istenbe hiszel. Nem mered meghívni egy lelki gyakorlatra? Nem mersz neki ajánlani egy könyvet, ami talán kimozdítaná? De a tanítás előtt valami lényegesnek meg kell lennie. Jézus 30 évig nem tanított, élt a maga természete szerint, Istenbe merült életet. Csak 3 évig tanított. De csak azt tanította, amit élt, és 3 óra alatt váltotta meg a világot, mert a keresztény csak a maga természete szerint halt meg, vagyis nem tudott visszaütni, nem tudott átkot mondani. Mert az isteni természet, amely benne volt, a szuverén, az nem lehet attól befolyásolni, hogy a másik elkezdi őt szidni, meg ütlegelni. A maga természete szerint élt, vagyis emberként az atyával való kapcsolatban a lélek által. Ezért tudjuk, hogy sohasem hazudott, nem lopott, nem paráználkodott, nem ölt, nem volt tiszteletlen. Megdöbbentő módon, sokszor idéztem már, fejezte ki ezt egy ifjúsággal sokat foglalkozó paptestvér, aki azt mondja, hogy nézzétek, ha a fiatal Jézus, a 20 éves, sétál Jeruzsálemben, még nem kezdődött el a nagy szertartás, megnézi a főváros szépségeit. És hát mindig voltak ilyen elvetemült, alja népség, fiatalok, akik nekiestek és elkezdték volna rugdalni. Ha ő visszarug, akkor nem Isten. Akkor beláll ebben a mechanizmusba. Nekünk az ő természetéből adott. Ez a kereszténység. Szent Péter leírta, hogy az isteni természet részesei lettünk a keresztség által. Tehát egy új élet van bennünk. Az Isten élete. Fölemelt minket, ott legbelül, ahol a személy van, az Isten életébe. Olyan, mint amikor, fordítva, ugye egy nemestőre ráültetnének vadhajtást, és akkor az átnemesedik. Ez a kereszténység. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Van egy új természetünk, amely az isteni természetből való részesedés. Begyakoroltuk a bűnt sajnos, az apró hazugságainkat, a megszólásokat és a többit. És az olyan könnyen megy a bűn, de nem igaz. Ha mi a természetünk szerint élnénk, az Úrral való egységbe, akkor a bűn lenne a nehéz. A világ a maga természete szerint él, gondolkodik és beszél. Nekünk nem egy világgal ellentétes ideológia alapján kell kényszeríteni magunkat,
hogy mi azért is mást mondunk, nem egy fogakat összeszorított erkölcsös élettel kell egy erkölcstelen világban élni, nem. Hanem szabadon azt kellene megvalósítani, ami bennünk van. Jó maga az Isten igéje, mondja Jézus. Megint testvérek, ha egy ember mondja, akkor ez csak egy hasonlat, mag. Tehát nem fogalom alkotása, predikáció hallgatása, hanem fogantatás. Ezért nevezte az ősegyház mégiscsak atyának a püspököket és a papokat. Egy életadás. És ha megfogannánk azt, amit a Szentlélek most bennünk művel, akkor kezdene egy új élet bennünk kibontakozni, csak nem szabad, hogy a tövisek elfojtsák, az élet gondjai, a gazdagság utáni vágy a kereszténynek igazán. Úgy van a keresztény, mint ahogy Pilinszky mondja, rettenetesen nehéz lenne rossz verset írni. Nem tud. Mert ő nem úgy van, hogy leülök és írok egy verset, és találok hozzá rímeket. Hanem el kell mondani azt. És abban a formában, ahogy látja. Egy Dosztojevszkij nem tudott rossz regényt írni. Ott bele bolondult volna. Gogol bele is bolondult. Mert megírta azt, hogy milyen romlott a Szent Oroszország, Csicsikóval végigutaztatta a Szent Oroszország, és leleplezte a sok társadalmi visszaélést, és szemére vetette, te igaz pravoszláv vagy? Te szereted a hazádat? Hát így lelepked, ez van Oroszországban? És akkor magára kényszerítette a Csicsikov, megtér, és minden jóra fordul, és közben ő megőrült. Mert ez nem történik meg. Erőszakot követett ellen az igazság ellen. Testvérek, valahogy így van, hogy a kereszténynek igenis rettenetes nehéz lenne káromkodni. Ezt például én azért ezt átélem. Ezt nem tudnám megtenni. Ha azzal az Istennel él együtt, akit értünk, megfeszítettek, meghalt és föltámadt, aki legjobban szereti. Nem tud tiszteletlen lenni szüleivel. Rettenetesen nehéz lenne a Krisztussal egyesült férfinak és nőnek paráználkodni, hazudni, lopni, megszólni és rágalmazni. De sajnos erről az új természetről sokan nem tudnak. És akkor borzalmas a katolikus egyház. Hát akkor olyan parancsokat ad, amit nem lehet betartani. Ember fölötti. Nem igaz. Ez nem parancs, hanem az új természetet, ha engeded, akkor annak a működése. Ahogy a növény mindig növényként működik, az állat mindig állati törvény szerint. A bűnbeesett ember mindig a bűnbeesett embernek a marha csapásai megy. Ugye a Krisztusban újjászületett ember, ha Krisztussal egyesül, akkor az a könnyebb állandó létesség a mi Urunkkal. Maximilián Kolbe nem tudott más tenni. Mikor egy családos embert, azaz SS tiszt kijelöl, hogy halálra ítélik minden tizediket, és az elsírja magát. Csak azt mondja, hogy én mehetnék helyette. Óriási. Íme a krisztusi ember. Teréz anya nem tudott más tenni, mint amit meg kellett tenni. Ezért tényleg meg vannak szégyenülve, higgyétek el, a kisebbek megjátszák magukat. Kitüntették őket, és akkor jaj, én nem csináltam semmit, nem is érdemeltem meg. Jobb lenne azt mondani, nagyon örülök neki, köszönöm szépen. De az igazán nagyok, a szentek tényleg szinte megszégyenítve érzik magukat. Most miért tüntettedek ki? Nem tudtam más tenni. Nem tudtam Indiába ott hagyni a haldoklót, akin a férgek járkáltak, a nagy hindu szeretet vette körül, csak éppen nem mosdatták le az arcát, nem mondták neki azt, hogy szeretlek, nem mondták neki azt, hogy van egy másik ország, ahol szeretet van, nem a nirvána. Teréz anyának ki kellett lépni egy tanítórendből, ott is lett szentér, neki ezt kellett tenni. És ugyanígy Gianna Benetta Molla 60-as években
orvosnő is megmondták, ha megszüli a kisgyermekét, akkor ő meghal. Akkor meghalok. Nem ölöm meg a gyermekemet. És még láthatta. Még megcsókolhatta. És ez a gyermek ott volt a szent javatásán. Testvérek, egy igazából az ellentétes közeg mutatja meg a keresztény igazi természetét. Mert a mécses a sötétségbe világít, de nem azért világít, mert a sötétséget ki akarja oktatni. Mert a só az ízetlen közeget teszi ízessé. Akkor ne nyafogj, hogy ahol élsz, ott pokol van. Azért van ott, azért vagy ott, hogy mennyország legyen. A szent liturgia, a szent mise az, amikor a mi világosságunk nem érvényesül. Mert itt a világ világosságában vagyunk. Ezért a szent mise nem lehet önkifejezés. Nem táncolunk, nem divatos dallamokkal fejezzük ki magunkat, minden le van állítva. Itt Krisztus van. Ez olyan, mint mikor a reflektorral egy iszonyatos napsütésbe egy pici kis gyertya nem érvényesül. Amikor a só a maga természetével van körülvenni a többi sóval, akkor nem tud ízesíteni. Ilyenkor töltekezünk. Igen. Persze, nehogy szembeállítsa valaki az Úr egyik kijelentését a másikkal. Az, hogy semmit se kell tennünk a misszióért. Csak Krisztusban levő életet kell élnünk mindig és mindenütt, azzal, hogy menjetek és tanítsatok. És senki se állítsa rólam, hogy én ezt szembeállítottam. Cselekedni kell, tanítani kell, terjeszteni az evangéliumot. De csak úgy, hogyha mi előbb magunk, eltelünk vele. Itt van sok keresztény élete. Szeretne ő valamit továbbadni, de ő maga nem telt el vele. És kiderül a botrányos élete, és a gyerekei azt mondják, köszönjük, ebből nem kérünk. Ilyen lehet egy pap élete. A papnak nem az a dolga. Nem az a dolga, hogy sztárpap legyen. Hogy nem tudom én, mi minden kitaláljon, hogy az embereknek a figyelmét felhívja, hanem törekedjen az életszentségre, bűnbánatra, tisztaságra. Hogy tetteinkből, hogy tetteink létünkből nőjenek ki. Szavaink ebből a csendből csorduljanak ki. Aki a szent misét szembeállítja a misszióval, aki ilyeneket mondta, hogy nem csak szép liturgia kell, templom és vasárnap, menjünk ki és az embereknek hirdessük, annak fogalma sincs a miséről sem, de fogalma sincs a misszióról. Egyikről se. Olyan ez, mint a forrás szembeállítanánk a patakkal, amely belőle ered. Ha megtorpan az egyház missziója, mint napjainkban, ennek több oka lehet. De egy leglényegesebb oka, hogy megtorpant a szentségi élet. Hogy a szemináriumokban nem azt nézik, hogy az a fiatalember valóban hisze Krisztusban és egyesült-e vele. Hogy amikor megáldják a házasságokat, akkor nem néznek utána, hogy hisztek-e Krisztusban, mert ha nem, akkor nyugodtan legyen szerfás esküvő, ahogyan nevezték nálunk a faluba. Álljatok össze! Ez a gyöngesége a mai egyháznak. Na de hát mindig ilyen gyönge volt. De mindig ilyen erős is volt. Mert van annyi vértanunk és szentünk, mint a 20. században. A mi ferences provinciánkban 7 atyát terjesztettünk be boldogavatásra. Mindegyik az életét adta Krisztusért, fiatalon. Testvéreim, hogy a missziónak van egy ilyen mélységes háttere. Szegi Ernő atyának ajánlom az Emlékeim című művét olvasásra. Elmondja, hogy Techtermannéknál volt egyszer Friburgban, amikor odajött egy öreg úr ismerőse, egy belga bankár. Együtt voltak a családfővel valahol lelki gyakorlaton. És maga ez a bankár mesélte el a következő, az ő történetét. Teljes hitetlenségben élt, semmiféle Istenben nem hitt, materialista volt. De azért irogatott papoknak kérdéseire adjanak választ. És meglepődött, hogy az egyik azért
hanem értelmes választ adott rá, el is ment ahhoz a páterhez, jóba lettek, de azt mondta, hogy atya, nekem a vallásról egy szót ne szóljon, mert akkor örökre elbúcsúztunk. Akkor mit csináljon? Nem szólt neki. Tartották a barátságot. Soha nem beszélt neki. Soha az Istenről. Rengeteget találkozta. Amikor abba a városba ment, ahol lakott ez a bankár, és ott egy kolostorba tartott lelki gyakorlatot, akkor meghívta, hogy gyere, látogass meg, hogy tudjunk beszélgetni. És megdöbbentő volt, mert amikor odaért a szerzetes házhoz, a szerzeteseket az haramiáknak és erkölcstelen disztóknak tartotta, nem akart bemenni a zárdába. De hát végül is az ő barátjához jött, hát bement hozzá. Egészen közömbös dolgokról beszélgettek, mert hiszen a vallás témája közös megállapodás szerint ki volt zárva közöttük. Egyszerre csak a bankáron valami érthetetlen kényszer képzett vesz erőt, nem tudja maga sem megmagyarázni, hogyan történt, de tény az, hogy e szavakkal fordult a paphoz. Atyám, most megkeresztelkedném. Viszont a páter a legtermészetesebb hangon, mintha a dologban semmi meglepő nem volna, akkor hát jöjjön. A páter megy elől, a bankár azt se tudva, hogy mi van vele, némán követi. Az első emeletről fölmennek a negyedikre, és ott egy nagy teremben nyitnak be kápolna teli néppel. Jobb oldalt férfiak töltik meg a padokat, bal oldalt nők, valamennyien némán imába merülve. Az oltár előtt kisasszolom minden elők van készítve a keresztség kiszolgáltatásához. A páter int, előlép egy férfi és egy nő, a keresztszülők. Végbe megy a szertartás, a bankár meg van keresztelve, attól a perctől kezdve buzgó lelki életet élt. De mondja, atyám, kérdi utólag, kit akartak önök megkeresztelni? Önt. Engem. De hiszen nekem ez nem ágába se volt ilyesmi. Ez a gondolatom csak ott támadt, mi alatt beszélgettünk. Igen, felelte a páter, de én összegyűjtöttem a kápolnába a város legjobb imádkozóit, hogy ostromolják meg az eget az ön érdekébe. És amint látja, vállalatunk sikerült. Ismétlem, hogy ezt az esetet én magának az illetőnek szájából hallottam. Azt hiszem, ritka szép példája a hit erejének és a hitből fakadó imádságnak. Testvérek, itt kezdődik egy család megújulása, hogy egy valaki az Úrral egyesült életet él, és most indul Sümeg városának újraevangelizálása, ott, ahol vagy, ott te imádkozz. Senkiről soha ne mondj rosszat. Mondd meg a szemébe. Hátra mögött soha. Senkit ne nézz le. Mindenkinek legyél a szolgája. Mindenkinek bocsáss meg. Átalakul a város. Egyébként pedig semmiféle manőverezéssel, sem politikailag, sem ideológiailag nem lehet megváltoztatni. A Szent Misében tudjuk, amit Krisztus először önmagáról mondott, én vagyok a világossága, nem ti. Ti csak annyiban, amennyiben bennetek élhetek. Amen. Hiszek az egy Istenben.